A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja Nyíregyháza lakosságát, hogy a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló friss rendelet 2020. április 1-én hatályba lép. Az önkormányzati rendelet a továbbiakban nem biztosít lehetőséget az avar és kerti hulladék égetésére, így az jogszabály alapján tilos. A jogszabályt megszegőkkel szemben, amennyiben a tűzoltóság beavatkozására is sor kerül, a tűzvédelmi hatóság által kötelezően tűzvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege 20 ezer forinttól 3 millió forintig terjed. A tűzoltóság beavatkozását nem igénylő esetekben 10 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírság szabható ki. A Városháza sajtószolgálat egy közleményben hozzáteszi, a továbbiakban a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék megsemmisítését más módon, például komposztálással, hulladéklerakó telepre szállítással javasolják megoldani. Az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetés eredményeként a hulladék udvarokon kívül a hulladéklerakó telepen külön szolgáltatási díj megfizetése nélkül helyezhető el a tavaszi és őszi időszakban keletkezett kerti hulladék normál esetben. Mint ismert, Nyíregyháza megyeügyúváros közgyűlése múlt csütörtöki ülésén szavazott a kérdésben. Az előterjesztésben az áll, hogy a kerti hulladék égetésének tiltása nem egyedi a nem megfelelő levegő minőséggel rendelkező hazai nagyvárosok esetében. Ilyen tilalom van érvényben többek között Debrecenben, Egerben, Pécsett, Kaposvárott és Tatabányán is. Jelenleg városunkban az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Által biztosított a zöld hulladék elszállítás is.